mi atyánk, ki vagy mennyekben. Énekes műsorral is kedveskedtek azoknak az édesanyáknak és édesapáknak, akik részt vettek a papszülők találkozóján Pécsen. A Covid miatti kihagyás okán ez idén a 7. alkalom, hogy a pécsi egyházmegyei atyák, diakónusok, szerzetesek szülei együtt töltenek egy napot. Kovács Józsefné stábunknak arról mesélt, hogy bár először nehezen fogadta fia döntését, most már örül annak, hogy megtalálta hivatását és Mária Gyűdön teljesít szolgálatot. Nagyon sok gyerek jár azóta minisztrálni. Én is egyszer, ugye elég messze lakunk, de azért időnként eljutok én is, és meghallgatom a miséjét, és azt látom én is, hogy szeretik az emberek, és látom rajta azt, hogy boldog. Az eseményen a szülők mellett papok is részt vettek. Nyúl Viktor atya úgy fogalmazott, a család nagyon fontos, az ilyen rendezvények pedig jó alkalmak arra, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot. Ez a szülők számára is, édesanyák, édesapák számára is nagyon fontos, megerősítő tapasztalat, és megosztják örömeiket, nehézségeiket, egy közösség formálódik, de nekünk papoknak, nekem személy szerint is fontos, hogy szüleimmel ilyen módon is találkozhatom, egy közösséget alkotunk. Éppen Nyúl Viktor édesanyja volt az, aki 2013-ban elindította ezt a találkozót, ugyanis az országos többnapos eseményt a Pest megyei Tahiban szervezik, a feljutás azonban sok már nyugdíjas szülőnek gondot okoz. Semmiféle névsor nem állt rendelkezésre, tehát azzal kezdődött, hogy az összes létező egyházmegyés papot fölhívtam, akiről még gondoltam a kora miatt, hogy lehetnek szülei. Elkértem az elérhetőségüket, és aztán végighívtam a szülőket, és elmondtam ezt, hogy mit szólnának ehhez az ötlethez, és nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, mert az egy napot azt mindenki tudta vállalni. Az idei esemény azért is különleges, mert most először tartották meg a találkozót Felföldi Lászlóval közösen, tette hozzá a szervező. A megyés püspök biztosította a szülőket arról, hogy bármikor fordulhatnak hozzá, ha segítségre van szükségük.